trianoni emlékművet avattak Balázscsán. A rendezvényen stábunk is részt vett. Trianon emlékművet avattak Balázscsán. A trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján került felavatásra a balázscsai templom előtti parkban a már tavaly elkészült emlékmű. A járványhelyzet miatt viszont csak idén tartotta meg az ünnepélyes avatást az önkormányzat. A megemlékezés kezdetén a szegedi őserő dalárda dalokkal és versekkel készült a résztvevők számára. Újvári László polgármester beszédében megemlékezett az 1920. június 4-i eseményekről. Amikor azt a történelmi dátumot halljuk, hogy 1920. június 4-e, akkor szerintem nem nagyon van magyar hazában olyan állampolgár, aki ne tudná, vagy legalábbis ne sejteni, hogy miről is van szó. Igen, akkor a Párizs környéki béketárgyalások kapcsán a Versailles-i Nagy Trianon kastélyban délután 16 óra 32 perckor aláírták Aponyi gróf úrral, aki a tárgyaló delegáció vezetője volt, kényszerűen alá kellett neki írni egy olyan nem szerződést, mert szerintem egy szerződés messze minimum két fél közötti jognyilatkozat. Ez nem szerződés, ez szerintem diktátum. Aláírtak egy olyan diktátumot, ahol, és a tavalyi évben, amikor a 100. évforduló kapcsán, hál' Istennek, a sajtóban nagyon sok információ megjelent ezzel a történelmi ténnyel kapcsolatban, akkor ott elmondták egy rádióbeszélgetésben, hogy Aponyi Albert gróf úrnak igazából lehetett választani, hogy ha most a párbajt néznénk, akkor milyen fegyvernemet választ, amivel őt megtámadják. Csak ezt érzékeltetni szerették volna, hogy milyen volt akkor a politikai helyzet, milyen volt a háború után a vesztes oldalon állva az osztrák-magyar monarchia és a történelmi Magyarország hatalmas megosztottsága, az etnikai villongások és abban a politikai millióben, abban az élettérben hogyan lehetett volna a magyar nemzet érdekeit jobban szolgálni. Szerintem ott ők mindent megtettek, a külső és egyéb tényezők miatt történt az, ami történt. Következő kérdés, fölvetődik az, amikor Balázscsán vagyunk és beszélgetünk a közélet dolgairól, fölvetődik az emberekben az a kérdés, hogy igen, sajnos egy szörnyű dolog történt, aminek köszönhetően nemzetünk területének 71%-át kicsit átírták a határon túloldalra, illetve több mint lakosságának több mint fele idegen hatalomhoz került, idegen ország állampolgárai lettek. Miért is fontos számunkra az, hogy emléket állítsunk ennek a szörnyű tény elviselőjének, illetve az ő utódainak. Ennek az apropóját talán 2010. május-júniusra lehetne datálni, amikor az akkor felálló új magyar parlament és a polgári kormánynak köszönhetően szerintem az első, vagy legalábbis úgy tudom, az első döntések között volt az a törvény elfogadása, aminek köszönhetően ezek az állampolgáraik, akik most próbáltam érzékeltetni, az ő felmenőiknek egy jóvátételre lett lehetőségük, egy olyan lehetőség, hogy kérhették egy egyszerűsített honosítási eljárással, kérhették a magyar állampolgárságot. Kedves ünneplő közönség, azt elmondhatom, hogy most már az elmúlt 10 évben több száz ilyen magyar állampolgárnak adtuk át kolléganőimmel a dokumentumokat, és engedjék meg, hogy egy kis személyes érzést mondjak ez az egyik alkalommal kapcsolatban. Még ottan 2012-13 táján, tehát jó-jó ennek a lehetőségnek az elején, Erdélyből jött egy székely bácsi, és elmondta, hogy ő 85 éves, nagyon elevenen érintette, és
kisgyerekkorában szüleitől, nagyszüleitől hallott, hogy mit jelentett az, hogy hát akkor innentől kezdve most bezárták számunkra a határokat, és minden napokban meg kellett azért küzdeni, hogy tudjanak érvényesülni, tudjanak létezni, fejlődni, meg kellett azért küzdeni, hogy ők magyarok. Ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, amikor egy egészséges ember csodálkozik azon, hogy mit jelent az, hogy küzdeni kell az egészségért. Sokszor az ember akkor tapasztalja, amikor már majdnem késő, amit természetesen nincs helyén. És ez, amit az előbb mondtam, hogy egy ilyen kis politikai jóvátétel, egy olyan mentális lehetőség a magyar parlament és kormány részéről ezeknek az embereknek, akik ennek az elszenvedői, természetesen az ő felmerőik voltak ennek a szörnyű ténynek az elszenvedői, hogy vissza tudjanak térni a nagy magyarsághoz. És visszatérve erre a 85 éves bácsira, könnyek között mondta el nekem, hogy ő nem gondolta, hogy nem hal meg addig, megadja a Jóisten a lehetőséget, hogy nem hal meg addig, amíg újra magyar ember nem lesz. És amikor többen megkérdezték, hogy Balástyán miért is van szükség trianoni emlékmű fölállítására, hál' Istennek az új határokhoz sem vagyunk túl közel. Konkrétan nem tudok olyan balástyaiakról, akinek a rokonságát ez érintette volna, de viszont azért 2019-ben az önkormányzati választások után képviselőtársaimmal egyik első döntésünk, intézkedésünk a település fejlesztés ügyében azok között volt, amikor elhatároztuk, hogy szeretnénk egy trianoni emlékművet felállítani, és a település központjában, szerintem a legfontosabb helyen, a templom előtti téren, nem azt akarom mondani, hogy szoborkertben, mert azt elképzelhető, hogy egy kicsikét túlzó kifejezés volna, de itt tudott helyet kapni. Természetesen ennek egy hosszú folyamata volt. Kerestünk egy olyan művészt, olyan alkotót, aki az alkotást elkészítette, és nagyon szerettük volna a 100. évfordulóra ezt az ünnepséget megszervezni. Mindenki tudja, hogy milyen helyzetben voltunk tavaly tavasztól kezdve. Ezt nem tudtuk megoldani, terveztük, hogy az év végén, decemberben pótoljuk a hiányt. Akkor is a járványhelyzet ezt megtiltotta, nem lehetett, és most viszont talán a 101. év alkalmával, és nézzék el, hogy most nem 100, hanem 101. év alkalmával a mai napon szeretnénk ezt a hiányt szeretnénk pótolni, és bízom benne, hogy az a műsor, az a kulturális program, ami utánunk következik, az nagyon hosszú távon emlékeztetni fogja önöket erre az időpontra. Majd Farkas Sándor, agrárminiszter helyettes, térségünk országgyűlési képviselője folytatta. Először is szeretném megköszönni azt az alkalmat, hogy itt lehetek önökkel, a nagyszerű ünnepség alkalmával. Én ezt az emlékművet, mikor felállították, éppen véletlenül Balástyán voltam. Nem szoktam véletlenül jönni, de az alkalom mégis úgy hozta, és úgy gondoltam, hogy feltétlenszert keresek arra, hogy akkor, amikor ez valóban átadásra kerül, felszentelésre mondhatnám, kerül ez az emlékmű, feltétlen együtt érezzek önökkel, és együtt szívjuk azt a levegőt, azt a környezetet átérezve, amit ez az ünnep, ez a helyszín mindannyiunk számára nyújt. Csongrád család megyében végképp különleges ez a nap, hiszen egy évvel ezelőtt a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről címet viselő törvényjavaslat benyújtásának 10. fordulóján változott meg megyénk neve is. A béke diktátum miatt ugyanis összetartozásunk alapjává a lelki, szellemi, kulturális összetartozás lett, mindez úgy, hogy közben ellenségeink évtizedekig megtiltották nekünk, hogy beszéljünk róla, emlékezzünk rá. Ezt a hányatatott sorsot túléltük, ezért megerősödtünk, ami kellő erőt ad a jövőre is számunkra.
A balástyai származású dr. Becsei Zsolt, aki jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos munkatársa és oktatója, Csongrád-Csanád megye díszpolgára, folytatta az ünnepi beszédeket. Tisztelt emlékező közösség! Azért tartózkodom az ünnepő megnevezéstől, de az emlékező közösség megnevezés azt hiszem méltó, hiszen itt vagyunk. És avató közösség, tehát egy alapító közösségről van szó, még a június 4-e is van. Először is nagyon szépen szeretném megköszönni polgármester úrnak a lehetőséget és a meghívást, hogy itt lehetek. Nagyon szépen köszönöm a szervezésbe beépített és a programba beépített módon az Őserő Dalárdának szintén ugyanezt a lehetőséget, hiszen már régen voltam úgynevezett közszereplő, mégis azt hiszem, hogy vannak olyan mély kérdések és mély tények, amelyek nem egy vagy két évre, hanem hosszú távra szólnak. Először is tényleg sajnálom, hogy tavaly június 4-én nem tudott ünnepség lenni, de azt hiszem, hogyha a 100 éves évfordulóról beszélünk, akkor a 21-nek is van jelentősége. Az egyik az egy szívben markoló és fontos pont, ugye 21. július 31-én ratifikálta a Magyar Nemzetgyűlés a trianoni békediktátumot. Aki volt országgyűlési képviselő, itt van egy pár a teremben, azt tudja, hogy milyen szívben markoló lehetett annak idején őseinknek ezt a ratifikációt megtenni és elfogadni, amit a Bethlen kormány kért tőle. Szerintem borzasztó lehetett, és ezért idén nyáron emlékezhetünk is eme jeles őseinkre, akik ugye voltak itt közülük kollektíven hazárulási magukat a ratifikáció után föl is jelentették, tehát hogy ez egy lélektanilag egy nagyon fontos pillanat volt. A másik pedig még szintén 21-hez tartozó van a karácsony, ami az legfontosabb reparációja, javítása volt a trianoni békediktátumnak, az a soprani népszavazás, ami Bethlen Gábor diplomáció ügyessége, mondhatnák mai szóval csibészsége révén meg tudott valósulni prónaiékkal együtt. Tehát az idei év az mindenféleképpen még centenáriumnak mondható, főleg, hogyha valaki közjogi gondolkodásban erős. Az első gondolat, amit ennek kapcsán akartam mondani, és nagyon örültem is, hogy újra láttattam az első világháborús emlékművet, hogy az emlékek és az emlékezett tudomány lassan épül, de biztosan. Ugye az első világháború végén, még a gyerekkoromban is emlékszem, mert ezeket nem nagyon bántották a kommunizmusban sem, amennyire én emlékszem. Az első világháború végén majdnem minden településen a hősi halottak neveinek a felsorolásával első világháborús hősi emlékművek születtek. Itt is föl vannak sorolva nevek, látom, Gajgonya szerint és Őszeszék és egyebek, meg maga a balástyai belső község szerint. Ez az emlékezetben évtizedeken keresztül beépülve apa-unoka, vagy apa-gyerek és unoka láncon beépülve megszületett. Aztán még a mi gyerekkorunkban 95-t a II. Világháborús emlékművek nem születtek meg, de most már azok is születnek, itt is közadakozásban, ha jól sejtem, született ugye a Laci bácsi. És amint az első világháborúnál, most már meg lehet keresni interneten, nagyapámnak a bátyja, Zoli bácsi, ugye a családi legendáriumban 19 évesen Lemberg alatt elesett. Tehát mindenki visszakeresheti azt, hogy milyen konkrét, személyes családi emlékek is kötik őket ahhoz, hogy ezeknek az emlékművek számunkra is megelevenedjenek. A templomi ünnepséget a Szegedi Őserő Dalárda műsora, majd Mészáros János Elek koncertje zárta. Ezután a templom előtt felszentelte Antal Imre plébános a Katona Szonya szobrászművész által készített emlékművet. Duatlon versenyen vett részt Farkasné Nagy Marian és Sisák Magdolna. Őket kérdeztük a versenyről.
duatlon versenyen vett részt Farkas Zsoltné, Nagy Marian és Sisák Magdolnak. Köszöntelek titeket! Mit tudhatunk erről a versenyről? Hol volt pontosan, és miket is tapasztaltatok ezen a versenyen? Tabon rendezték meg a versenyt, ez Somogy megyében van a Balatonnak a déli részén, tehát nagyon szép volt, amikor áttekertünk Lullán, és ott fönt az emelkedőn, így egyből meg lehetett látni egy csíkba a Balatont, és mi szupersprint távon indultunk. Ennek a versenynek az volt a különlegessége, hogy itt rendezték meg az első középtávú duatlon országos bajnokságot, de hogy Magdinak az első versenye volt, nekem pedig valójában egy edzőverseny volt, ezért a rövidebb távon indultunk. A duatlon pedig úgy épül fel, hogy van benne kerékpár és futás, de három versenyszám van, tehát először futunk, kerékpár és újra futás. És ez a szupersprint táv, ez 2,5 kilométer futás, 15 kilométer kerékpár és ismét 2,5 kilométer futás, még a középtávosok 10 kilométert, 60-t és megint 10 kilométert mentek. Mesélsz egy kicsit az első versenyedről, nehezebbre számítottál, vagy úgy érezted, hogy teljesen jól sikerült ez? Hát igazából nem voltak elvárásaim, mert a verseny előtt még néhány nappal én úgy éreztem, hogy nem fogok tudni indulni, tehát tényleg valamiért nagyon beteg voltam, tehát lehet, hogy front volt, nagyon fájt a fejem, nagyon rosszul voltam, és már reggel is a versenynek a napján írtam Mariannak, hogy hát lehet, hogy én csak kísérő leszek ezen a versenyen, de aztán Marian ezt nem hagyta, mondta, hogy vegyem fel a ruhát, és majd ott eldöntöm, és tényleg egyébként odaértem, akkor úgy kicsit úgy jobban éreztem magam, és igazából tényleg nem voltak elvárásaim. Tehát úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, megpróbálom végigcsinálni. Nyilván, hogyha nem megy, akkor kiállok. De kiállnom nem kellett. Az első futásom, az szerintem az nagyon jól sikerült, arra nagyon büszke is vagyok, időben is szerintem elég jól mentem. Utána viszont ott eléggé elfáradtam, és a biciklin többször meglepődtem. Tehát először voltam szintes terepen, ott a legelső emelkedőm az olyan volt, hogy kétszer meg kellett állnom megnézni, hogy most effektet kaptam, vagy mi történt. Aztán a második nap, amikor megnéztem a biciklit, rájöttem, hogy igazából csak tekernem kellene egy kicsit jobban, és akkor menne is a bringázás is. És utána hát az első lejtőn lefele, hát a sebességmérőt addig néztem, ameddig nem kezdődött 6-ossal, vagy 5-ossal, mert most nem is emlékszem, de amikor tényleg megláttam, hogy a 6-os, vagy 60 valamennyivel megyek, utána nem is mertem nézni, mondom, valami már majd csak lesz. És hát a forduló az ugye 7,5 kilométernél volt, ott éreztem azt, hogy már kicsikét úgy magamévá úgymond a terepet, és visszafele már az úgy egyszerűbb volt, tehát már ott nem voltak ilyen váratlan helyzetek. És hát az utolsó 2,5 kilométeren ott már igen éreztem azt, hogy ennyi most így elég volt, tehát jó volt, küzdöttem, és sikerült végigcsinálni. Kicsit mesélsz arról, hogy hogyan is teltek a verseny utáni napok, mivel tölt? Igazából nekem még szerintem így bennem volt maga úgy a verseny, és én másnap, ahogy felkeltem, tehát én menni akartam. Tehát volt izomlázam, meg tehát így fáradtnak éreztem magam, és nyilván tehát egy rendes edzéshez ezt képest, tehát ezt a sebességet, vagy ezt a teljesítményt nyilván másnap nem tudtam hozni, de úgy magának úgy a biciklizésnek, tehát az élménye, tehát én ezt nem csak azért csinálom, hogy versenyezzek, vagy valami, hanem azért, mert szeretem csinálni. És úgy konkrétan, tehát tényleg egy kis mama tempóba, de letekertem egy 30 kilométert, és annyira jól esett, hogy tehát ezt nem tudom elmondani. Mit tapasztaltál edzőként Magdin, és szerinted a jövőre nézve mik lesznek a tervek? Hát én nagyon-nagyon büszke vagyok Magdira, és pont az, amit mondott, hogy nem a verseny miatt csinálja. Tehát ő az, aki korábban nem volt versenysportoló, nem egy másik sportágból érkezett, hanem abszolút a szívszerelemből kezdett el kerékpározni, ami hihetetlen 2 éven át. Tehát elment, vett egy kerékpárt, elkezdte csinálni, és folyamatosan járt ki. Mi így is ismertük meg egymást, hogy folyamatosan így a környező utakon találkoztunk egyszer-egyszer. És az utóbbi hetekbe helyre raktuk neki, hogy milyen pulzussal menjen, hogyan csináltunk nála néhány mérést, helyre raktuk az edzéseit, és nagyon-nagyon jól megállta a helyét. Én nagyon büszke vagyok rá. Ugye ezek a versenyek elég összetettek, figyelni kell arra, hogy milyen cuccot hova raksz, depózni kell, hol kell befutni, hol kell kifutni, egy teljesen idegen terepen volt, ráadásul ugye alföldként egy szintes terep azért mindig kihívás a számunkra, és különleges élmény. De én azt láttam, hogy minden pillanatban megállta a helyét. Mik a jövőbeli terveitek?
Hát Magdinak mindenféleképpen az, hogy elkezdjen egy kicsit az úszás felé is kacsingatni, hiszen duatlon verseny sokkal kevesebb van, mint triatlon. Tud úszni, csak el kell kezdeni majd szépen rendezni, úgyhogy elég sokat megveszünk, majd találhatóak lent az úszodában, mert ezzel elég sok munka lesz hosszú távon. És elsősorban Magdinak majd rövidtávú, meg sprintversenyeket nézünk, nekem pedig innentől kezdve már csak középtávú versenyeim lesznek idén.